A Színház és Filmművészeti Egyetem nemzeti kincs. 155 éve a magyar társadalom támogatásával létezik. Ide járt többek között Törőcsik Mari, Bodrogi Gyula, Molnár Piroska és Cserhalmi György, az Oscar-díjas Szabó István és Deák Kristóf. Szeptember 1-től egy törvénymódosítással az egyetem magántulajdonba kerül. Egy olyan alapítvány tulajdonába, amelynek élére a kormány egy öttagú kuratóriumot nevez ki teljes hatalmi jogkörrel az intézmény felett. Az átállásra szabott idő nagyon szűk. Valós egyeztetések és szakmai érvek hiány az egyetem polgárai nem értik, miért a kapkodás. Egyetemünk alaptörvény szerinti szabadságát szeptembertől semmi sem biztosítja. Az átalakítás már sok helyen megkezdődött, és előbb-utóbb minden magyarországi egyetemet érinthet. A hallgatók kiállnak a jövőjükért, a magyar kultúra jövőjéért. Azt üzenik,